Ma egy jó dolgot tudok bejelenteni, egy jó dolog részesei lehetünk mindannyian Mező egyes polgáraival és Magyarország adófizetőivel közösen, akkor, amikor az 1784-es megalakítás után a megalakítással, a létrehozással egyenértékű kormányzati döntés született arról, hogy a magyar kormány a törvényhozás számára azt javasolja, olyan törvény elfogadását célozza meg, amely arról szól, hogy megszületik 2016-ban a nemzeti ménes, illetve tangazdaság, amely a nemzeti ménesbirtok, illetve tangazdaság, amely egy új és egyedülálló próbálkozása lesz Magyarországnak. A törvényhozásban nagy többséget kapott az előterjesztés, a kormány javaslatát a parlamenti pártok támogatták, és ezért megszülethet ez a vállalkozás. A kormány 2016-ban döntött úgy, hogy az eredeti elképzeléseit fölülírva a mezőegyesi ménesbirtokhoz tartozó termőterületeket se nem bérbe adja, se nem értékesíti, hanem egy állami tulajdonban, 100%-os állami tulajdonban lévő mintagazdaságot, tangazdaságot, nemzeti ménesbirtokot hoz létre. Ennek a döntésnek a megszületésében döntő szerepe volt Mezőhegyes polgárainak, a térség országgyűlési képviselőinek, és természetesen az agráriumban érdekelt szervezeteknek, érdekképviseleteknek, parlamenti képviselőtársaimnak, kormánypárti és ellenzéki képviselőtársaimnak, hiszen sokunkat és sok polgártársunkat érintett, hogy a kormány bérbe akarta és értékesíteni kívánta ezeket a földterületeket, bérbe akarta adni és értékesíteni kívánta. Ezt a korábbi döntését a magyar kormány felülvizsgálta, létrehozza a nemzeti ménesbirtokot és létrehozza a nemzeti tangazdaságot. Ez lényegében két vállalkozásnak az egyesítését jelenti, a korábban is 100%-os állami tulajdonban lévő Ménes Kft.-nek az egyesítését, a 2004-ben privatizált Ménes Zrt.-vel, amelyet a magyar állam november 8-án visszavásárolt attól, akinek 2004-ben 12 esztendővel ezelőtt eladta. Nem titok, több mint 2 milliárd forintot költöttünk arra, hogy visszaszerezzük a 2004-ben privatizált céget. Ennek a két cégnek, a kicsi Ménesnek és a nagy privatizált korábbi állami gazdaságnak az összevonásából születik meg technikai értelemben az új nemzeti ménesbirtok és az új nemzeti tangazdaság, amely 8500 hektár szántón és 1500 hektár erdőn fog gazdálkodni, tehát egy 10.000 hektáros, a szántóterületeket illetően legjobb minőségű termőterületekkel rendelkező állami ménesbirtok és tangazdaság jön létre. A kormány célja ezzel, hogy létrehozza Európa legszínvonalasabb mezőgazdasági vállalkozását, Európa legszínvonalasabb állami tulajdonban lévő mezőgazdasági vállalkozását, Európa legjobb tangazdaságát, mintagazdaságát akarjuk fölépíteni, amelynek természetesen ára van, erről is majd beszélünk, hogy hogyan kell ezt megszervezni és hogyan kell ezt létrehozni. Ez azt jelenti, hogy a következő években megkezdődik ennek a ménesbirtoknak az újjáépítése, állami tulajdonba vonása megtörtént, és most az újjáépítés évei következnek, miközben 10.000 hektáron fog gazdálkodni ez az új állami tulajdonban lévő szervezet. Az új nemzeti ménesbirtokban és az új nemzeti tangazdaságban mintegy 400 ember foglalkoztatására kerül sor, 400 munkavállalót veszünk át a céggel együtt, ezt tartottuk a legkorrektebb megoldásnak, tehát nem új céget alapítunk, hanem a meglévő cégeket vonjuk össze, és a funkcionáló céget vásároltuk meg. A területnek a döntő része vetőmag termelése, kukorica vetőmag termelése alkalmas és öntözhető. Ebbe komoly pénzeket kell investálnunk. Ez azt jelenti, hogy most 1 milliárdot fog még decemberben a kormány adni arra, hogy a cég életben maradjon, illetve az új cég működni tudjon, és 2x5 milliárd forintban biztosítunk fejlesztést, tehát 10 milliárdos fejlesztést fogunk elvégezni. Várhatóan a teljes összeget a kormány még decemberben a cég rendelkezésére, az új cég rendelkezésére fogja bocsájtani. Ma azért jöttünk össze, hogy igazgatóságot és felügyelőbizottságot válasszunk. Az igazgatóságban az eddig a cégben dolgozókat fogjuk fölkérni, és a munkavállalók is lehetőséget kapnak, hogy a felügyelőbizottságban ellenőrizzék a cég tevékenységét. Egyébként pedig olyan embereket kértem föl a felügyelőbizottságba és az igazgatóságba, akik vagy a lósport iránt elkötelezettek és Mezőhegyes iránt személyesen elkötelezettek, vagy pedig olyan mezőgazdasági üzemeket vezetnek, amelyek ma Magyarországon mintagazdaságnak számítanak, és képesek ennek a szervezetnek a tevékenységét érdemben támogatni és segíteni.
A 2x5 milliárd forintnak a sorsáról is röviden adnék egy tájékoztatást. A kormány célja és feladata az, hogy rövid időn belül, tehát 2017-ben egy új gazdálkodási egységet hozzon létre, egy új központi telepet, egy központi majort hozzon létre itt Mezőhegyes városában, a város határában. Az itteni ipari parkból fogunk vásárolni, ez mindjárt jó lesz az önkormányzatnak. Ezek a tárgyalások megkezdődtek, és tudomásom szerint jól is állnak. Itt egy 21. századi legmodernebb technológiával létrehozott szárító és tároló kapacitást fogunk több milliárdos beruházás eredményeképpen megvalósítani. Sürgős szükség van arra, hogy egyébként az általunk most megvásárolt tehenészet is modernizálásra kerüljön, mint egy 1000 fejős tehén és 800 növendékmarha várja azt, hogy jobb körülmények között még több tejet tudjon termelni, amit nagyon olcsón tudunk csak eladni jelen körülmények között, de a piaci várakozások talán jobbak, mint voltak. Lényeg az, hogy a teljes tehenészeti telepet és infrastruktúrát kell korszerűsítenünk, ez 3-5 milliárd forintos beruházást jelent, hogyha egy 21. századi modern, olyan telepet akarunk létrehozni, amely arra is alkalmas, hogy ott tanuljon valaki, illetve képesek legyünk megtanítani azokat a fiatalokat, akik az agrár közép- és felsőfokú képzésben vannak. És szeretnénk természetesen a gépesítést is tovább folytatni, és olyan gépekre van szükségünk, amelyel ezzel a Magyarország és magyar viszonylatban is extra minőségű, hiszen a földterület 75%-a 45 aranykorona átlagértékű földterület, ennek a földterületnek a művelésére alkalmassá tesszük a gazdaságot. Tehát szeretnénk egy új fénykort megalapozni a mezőegyesi ménesbirtok és tangazdaság életében. 32 műemléképületnek lettünk ezzel a adásvétellel a gazdái. Mind a 32 műemléképületnek így ennek a teljes fölmérése, és a szükséges források és a szükséges beruházások előkészítése is megkezdődik 2017 elején, hiszen az a célunk, hogy amikor legközelebb önökkel ilyen sajtótájékoztató keretében találkozunk 2-3 éven belül, akkor azt tudjuk megmutatni, hogy az állam lehet jó gazdája is a vagyonnak. Nem szükségszerű az, hogy az állam a legrosszabb gazdája a rábízott vagyonnak, és az állam képes arra, hogy egy olyan modern üzemet hozza létre, amelyet bárkinek meg lehet mutatni. Meg lehet mutatni az adófizetőknek, akik elkötelezettek, érzelmileg elkötelezettek az agrárium iránt, vagy a lósport iránt, és meg lehet mutatni azoknak is, akik tanulni akarnak abból, amit itt mi fogunk végezni. Annak érdekében, hogy jó kezekben legyen a gazdaság felügyelete, Farkas Sándor országgyűlési képviselőtársamat kérte fel Orbán Viktor miniszterelnök, hogy kormánybiztos legyen itt Mezőhegyesen. A tulajdonosi joggyakorló ő lesz, azonban én is szeretnék ebben a munkába személyesen is bekapcsolódni, és személyes támogatásomat is az ügy mellé tenni. Azért is, mert a választókerületem határos Mezőhegyessel, ez talán logisztikai könnyebbség. Másrészt pedig, mint az agrárium iránt elkötelezett ember, nagyon fontosnak tartom, hogy megmentsük mindazt, ami itt fölhalmozódott szellemi érték, gyakorlati érték, vagyon, eszköz, és létrehozzunk valamit, ami meggyőződésem szerint a következő évtizedekben meghatározhatja azt, hogy a magyar agrárium milyen irányba fejlődjön. A kormány azt szeretné, hogyha a GDP-n belül az agráriumnak az aránya az nagyobb lenne a jelenleginél. A részben van a mezőgazdasági termelés és az agrárbiznisz, ami erre kapcsolódik. Mi ezt az arányt szeretnénk érdemben növelni, például ennek az üzemnek a tevékenységével is. Természetesen állatfajokat fogunk bővíteni. Jelen pillanatban ugye a tejelő szarvasmarha tenyészet, az Holstein-Fríz állomány az egyik legjobb magyar genetikával rendelkező állomány. Ezt túlzás nélkül mondhatjuk. Ezt bűn lenne bárkinek is ehhez hozzányúlni. Ugye itt van a Szemex, nem akarok reklámot csinálni, de azok is olyan mértékű világon elfogadott technológiával dolgoznak, amivel közös együttműködést fogunk folytatni. Új állatfajként bejön a magyar tarka marha, mivel nem tudom, önök tudják-e, az első szimentáli szarvasmarhát ide hozták Mezőhegyesre, és innen került úgymond kitenyésztésre a magyar tarkának az őse. Úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik Mezőhegyeshez, és egy olyan populációt, egy kisebb populációt szeretnénk, vannak most már lehetőségek a majorokban, amiket majd átalakítunk ennek az elhelyezésére. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha nem is ezres nagyságrendben, de egy talán inkább a húsmarha felé egy picit elvinni a magyar tarkának a tenyésztését, az megoldható lesz nálunk. Ezen kívül a lovak vonatkozásában nagyon fontos, ugye, hogy a Nóniuszról ismeri Mezőhegyest mindenki, de a Gidrán őshonos itt került szintén kitenyésztésre, Maróz pusztáról az elkövetkezendő év tavaszán vissza fog kerülni az állomány. Ide ezen kívül a Furioso Northstar
magyar félvér lovakból is szeretnénk egy pár olyan kanca családot feltérképezni, amelynek az ősei visszavezethetők a mezőhegyesi kanca családok őseire. Ez a folyamat is elkezdődött, már jó úton vagyunk. Itt, hogyha meg lesznek azok a szűke források, ez nem kell olyan óriási pénz, akkor ezeket meg tudjuk lépni, ezeket a kérdéseket. Több éves bizonytalanságnak van vége itt Mezőhegyesen. Megmaradt több mint 400 munkahely a városban. Lehet azt is mondani, hogy ez egy siker. Egyértelmű. Polgármesterként városvezetése úgy értelmezi ezt a kialakult helyzetet, hogy ez a sikertörténet. Ezért dolgoztunk az elmúlt években, és köszönöm mindenkinek, aki ennek részese volt, a segítségemre volt, és hogy ennek az egész történetnek ugye a végére járhattunk ilyen szerencsés módon. Az embereknek is ezt úgy érzem, hogy el lehet mondani, hogy az a létbiztonság, ami a városban megmarad ezentúl, arra lehet építeni, lehet itt maradni, nem azon kell gondolkodni, most elmegyünk, és akkor egy elfogyatkozó, leépülő település lesz Mezőhegyes, hanem úgy tűnik a mai sajtótájékoztatóból, hogy a fejlődés indul el. De hallottuk ugye a Lázár János miniszterről, hogy majd 10 milliárd forintos beruházás fog ide érkezni, de még ehhez hozzátenném azt is, hogy ez a kormányzati bizalom olyan erővel bírt, hogy az itt lévő nagy francia vetőmag előállítató cég is 5 milliárd forintos már további beruházást helyezett kilátásba, hiszen ők is biztosan tudnak építeni a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaságra.